Ez a cikk az MDP nanomateriálzban jelent meg, és arról szól, hogyan és miért változik a lepkeszányak fényvisszaverése gőzök hatására. Ez a munka utat nyithat olyan mikroszenzorok kifejlesztése felé, amelyek akár mobiltelefonjainkba is beépíthetők lehetnek, és mint egy mesterséges orr, figyelmeztethetnek a káros, illékony anyagok gőzeinek jelenlétére. A cikk a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóintézet fizikusainak és a Magyar Természettudományi Múzeum biológusainak közös munkája. A lepkék feltűnő irizáló színeit gyakran fotonikus nanoarchitektúrák okozzák, nem pedig pigmentek. A lepke fedő pikkelyek főként kitimből épülnek fel, és azon lepkék esetében, amelyeket blues ...nak, kéknek neveznek. Ezek a kitén lemezek kis apró légbuborékokat tartalmaznak. A fény mindegyik apró buborékon törést és visszaverődést szenved, és a kollektív interferencia hatás erősítő vagy gyengítő kioltó lehet a bejövő fény hullámhosszától függően. Ezért a fehér fény különböző összetevőit másképp veri vissza és engedi át a lepkeszány, tehát színt érzékelünk. A visszavert fény spektruma, így a szín, a levegő üregek méretétől és alakjától, valamint a két összetevő anyag, a kitén és a levegő törésmutatójától függ. Ha etanol cseppentünk a szányra, a szín megváltozik, mert az etanol Behatol a légterekbe, és az etanol törésmutatója nagyobb, mint a levegő törésmutatója. Ez a színváltozás reverzibilis, amikor az etanol elpárolog, az eredeti szín visszaáll. Ez a jelenség, tehát a reverzibilis színváltozás akkor is előfordul, ha a lepkeszány nem folyadéknak van kitéve, csak a folyadék gőzébe helyezzük. Ezt az apró lyukak érdekes fizikája okozza. Ha a lyuk elég kicsi, tehát a mérete csak néhány 10 nanométer, maximum 1-200 nanométer, akkor a gőz a szabad térben mérhető telítési gőznyomásnál jóval alacsonyabb nyomáson csepp folyósodik a lyukban. Ezt a jelenséget kapilláris kondenzációnak nevezzük. A kondenzálódás mértéke számos tényezőtől függ, de főként a buborékok méretétől. A kisebb üregek gyorsabban töltődnek be, mint a nagyobbak. Ezen jelenség részletes tanulmányozására egy kivételes lepkefajt választottunk, a nyugat Himalájából származó Albulina metallikát. A lepkék többsége csak a szárnyaik dorzális, felső felületén rendelkezik irizáló színekkel, a ventrális, alsó felületen lévő színeket festékanyagok, pigmentek hozzák létre. Nem ez a helyzet az albulina metallika hím példányai esetén. Mindkét felszíni színt fotonikus nanoarchitektúra hozza létre, sőt, a szerkezetek hasonlóak. Csak annyi a két oldal között a különbség, hogy a levegő üregek méretei és távolságai kismértékben különböznek a két felületen. Ez magyarázza, hogy a dorsális oldal kék és a ventrális oldal aranyzöld. A lepkeszány háromdimenziós szerkezetét nem könnyű feltárni, mert kicsik az üregek méretei. Pásztázó elektromikroszkópos sem és a transmissziós elektromikroszkópos TEM képek részletes elemzésére van ehhez szükség. Figyelembe veendő, hogy a biológiai fotonikus nanoarchitektúrák nem olyan szabályosak, mint a kristályok a szilátest fizikában, vagy a 3D litográfia segítségével létrehozott mesterséges fotonikus kristályok ugyanis ezek mindig tartalmaznak valamennyi véletlenszerűséget. A probléma megoldása és a rendezetlen struktúra rendjének feltárása érdekében egy különleges statisztikai eljárás dolgoztunk ki, direkt térbeli átlagolás DSA néven. Ezen eljárás során átlagoljuk a levegő üregek környezetének mikroszkópos képeit. Ez az átlagolás növeli a jelzaj arányt, és a valós szerkezet kiemelkedik az ajból. Amikor a DSA algoritmusunkat az albulina metallika TEM képeire alkalmaztuk, kiderült, hogy a fotonikus nanoarchitektúra kétféle rétegből áll. A és B rétegeknek nevezzük őket. Mind az A, mind a B rétegek tartalmaznak levegő üregeket, de ezek a levegő üregek nagyobbak az A rétegekben, mint a B rétegekben. Ennek számos következménye van. Először is az A rétegek átlagos törésmutatója kisebb, mint a B rétegeké, mert az A rétegekben több a levegő. Az ábra jobb oldalán a rétegek átlagos törésmutatóját a szürke különböző árnyalatai jelzik, a sötétebb árnyalat nagyobb törésmutatót jelent. Másodszor a gőzök a B rétegekben könnyebben kondenzálódnak, mivel a B rétegek kisebb lyukakat tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy amikor növeljük a gőz koncentrációt, a B réteg törésmutatója kezd először növekedni, az A réteg törésmutatója csak később, nagyobb gőzkoncentrációk esetén. Ezek az eredmények már lehetővé teszik, hogy megértsük, hogyan és miért változnak a reflexiós spektrumok, amikor a lepkeszány különböző parciális nyomású etanolgőznek van kitéve a mérspektrumok teljes reprodukálásához néhány más fontos összetevőre is szükség van. Először is a lepkeszányok nem csak kitimből és levegőből állanak, hanem melanint is tartalmaznak, ami egyfajta barna pigment. A szány reális optikai modelljének felépítéséhez tekintetbe kell vegyük a melanin hullámhoz függő abszorpcióját. Másodszor maga a kitén sem marad változatlan, ha a gőzökkel kerül érintkezésbe. Megduzzad, ami azt jelenti, hogy a fotonikus nanoarchitektúra jellegzetes méretei megnőnek. Harmadszor a valóságban a levegőüregek nem zártak, hanem vízszintes és függőleges csatornákat tartalmaznak, amelyek összeköttetést teremtenek a levegőüregek között. A gőz ezen csatornákon keresztül hatol be a szerkezetbe. Ezért a modellszámításunkban alkalmazott fotonikus nanoszerkezet optikai modell így nézett ki. Ez az ábra csak a légterek hálózatát mutatja, a légterek közötti tér kitinnál volt kitöltve a számításokban. Most már csak ezeket az összetevőket kell kombinálnunk, azaz, az árétegek nagy levegő üregeiben a gőz nyomásfüggő kondenzációját, a bérétegek kis levegő üregeiben a gőz nyomásfüggő kondenzációját, a kitin gőz nyomásfüggő duzzadását és a melanin hullámhusz függő elnyelését. Amint az ábrán látható, ez a modell szépen reprodukálja az albulina metallika lepke gőz koncentráció függő reflektancia spektrumát mindkét szány felületen. A méréseket a látható és közeli UV tartományban végeztük, a számításokat pedig a 3D Maxwell egyenletek numerikus megoldásával. Ez a jelenség a fotonikus nanoarchitektúrák optikai spektrumának gőzfüggő változása fontos technológiai alkalmazással rendelkezik. Lehetővé teszi az optikai kiolvasással rendelkező gőzérzékelők létrehozását elektronikus alkatrészek nélkül. Ahogy máshol korábban megmutattuk, ezek a gőzfüggő színváltozások szelektívek, tehát a spektrumváltozása különböző gőzök esetén eltérő. Ez technológiai szempontból igen hasznos tulajdonság. Köszönjük az OTKA támogatását. És köszönjük a figyelmet.